Üdvözöllek benneteket, Szefesson Központban Nagy Judit vagyok, természetgyógyász, kineziológus és masször. A nyirokmasszázs szeretném nektek most bemutatni, amely masszázs egyik legfontosabb az egészségünk megőrzésében. A nyirokmasszázs mindig fentről lefelé kezdjük, a gálati nyirokcsomóktól lefelé haladunk, a kulcsont irányába, és onnan lefelé a szív felé. Mindig a szív felé haladunk, föntről lefelé, lentről fölfelé. Természetesen valamilyen sikosítóanyagot használunk. Körkörös, túlnyomó mozdulatokkal haladunk lefelé, kulcsont irányába, és onnan pedig lent a szív irányába toljuk a nyirok folyadékot. Nagyon fontosnak tartom a nyirokmasszást immunrendszerünk megerősítése érdekében, gyereknevelés szempontjából, és a téli időszakban mindenképpen, mert a nyirokcsomókban termelődnek a falósejtek, a limfociták, és ezek a limfociták segítenek minket abban, hogyha a testünket valamilyen behatás éri, bakteriális vírus, gomba fertőzések, akkor ezek ellen aktivizálják ezeket a sejtjeinket, és beindul a méregtelenítés, vagy pedig a védekezés, ugye. Következő karok lesznek. Mindig a nyirokkapukat először megnyitom, ugye egy értelmezően itt a hónajárokban találhatók a nyirokkapuk. Fellazítjuk azért, hogy a perifériától a centrum irányába haladva ne legyenek elakadások, dugulások, és meg tudjuk mozgatni a nyirok folyadékot. Továbbra is megtörtént a fellazítás, akkor körkörös, túlnyomó mozdulatokkal haladunk előre. Ez a kellemes mozdulat, de körkörös, túlnyomó mozdulatok ellazítják a pácienst, vegetatív idegrendszerre hatnak, ezáltal egy nagyon kellemes lazult állapotba kerül a kedves vendégünk. A nyirokmasszást alkalmazzuk nyiroködémák esetén, limfödémának is nevezik. A nyirokmasszás másik neve nyiroktrenás, amivel haladunk előre felé, és természetül hosszabb idő egy testrész. A nyirokmasszás elsősorban méregtelenítésre, izomlazításra, vitalizálásra alkalmazzuk, javasoljuk. A lábak dagadása, amit ugye mozgáshiány okozhat, esetlegesen vízfongása, ezeket is el tudjuk vezetni. A térdiszület, legtöbbször a térdiszületi probléma az a víztől van, elakadás, nagyon sokat vagy valaki sokat áll, vagy sokat ül, és ezeknek a keringésnek a beindításával segít. A masszázs 1-1,5 órát vesz igénybe. Ekkor már mind alatt megtörténnek a salaktalanító folyamatok beindulása, beindul a méregtelenítés, viszont ehhez nagyon javasolt a bőfolyadékfogyasztás. A bőfolyadékfogyasztással érjük el azt, hogy a felmasszírozott, felmozgatott salakanyagot el tudjuk távolítani a szervezetünkből. Először a májba jut el, gyerekben májba, majd a vesén keresztül kiderekedve kipiséljük, vizelet útján távozik. A vizeletünk színe megváltozhat tőle, akár szaga is, ebből attól függ, hogy mennyi méreganyagot tartalmazott a testünk. Egy pár mondatot szeretnék még mondani a nyirokmasszázsról. Tehát a nyirokmasszázs jótékonyan segít az immunrendszerünk javításában, méregtelenítési folyamatokat, öngyógyító folyamatokat indít be. Használjuk a cellulitmasszázsnál, a cellulitok eltüntetésére, ödémák eltüntetésére, műtétek után, műtéti heggek csökkentésére, a daganatos megbetegedések alkalmakkor a műtétek után használjuk az elefántózis kialakulásának megelőzésére elsősorban. Legyengült immunrendszernél alkalmazzuk, akkor fejfájásnál, puffadásnál, alvászavaroknál, energizálásra alkalmazzuk, lelki feltöltődésre. Köszönöm a figyelmeteket! Remélem hasznos információval szolgálhattam a nyirokmasszázsról számotokra.
Ha további információ kérdésetek lenne, akkor kerestek bennünket a Facebook oldalunkon, vagy az efesok.hu honlapján.